Születésnapot ünnepelnek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Székelyhídi napköziben. 4 éves az intézmény, ahol kezdetben 20 gyermekkel foglalkoztak. Nem tudom, hol lesz a vége. Egyelőre nem kifele megyünk a problémákból. Egyelőre egyre több gyerek, egyre több család csúszik el, szorul segítségre. Egyre erősebbek kell, hogy legyünk, egyre nagyobb segítségre van szükségünk. A napköziben a gyermekek lelki problémáira is odafigyelnek. A mi csoportjaimból bukók sosincsenek. Tehát mi elértük azt, hogy azt a minimális tudásszintet, azt megalapoztatjuk velük, ugye, mert egy szintű tudásainak az iskolából, viszont ahhoz még szükség van arra, hogy amit nem értenek, megmagyarázzuk, vagy a házi feladatot megoldják, és ugye azzal is okosodnak. A Székelyhídi napközibe járó gyermekek közül sokan vettek részt különböző vers és mesemondó versenyeken, ahonnan számos díjjal érkeztek haza. A napközi büszkeségei a csertestvérek, akik kiemelkedően sok dobogós helyezést szereztek a régiós sakversenyeken. Fejleszti a logikámat, matekből azóta sokkal jobban teljesítek, aztán le is köt, szeretem is, és akkor nem unatkozok. Az ünnep alkalmából Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Szent Ferenc Alapítvány elnöke tartott szentmisét a római katolikus templomban, ahol öt a napközibe járó gyermeket keresztelt meg. Hogyha egy gyereknek ezek a vérszerinti kapcsolatai kicsit gyengébbek, akkor még inkább fontos az, hogy a Jóistenhez, az egyházhoz is tartozzon, hogy ez támaszt, erőt jelent a közösség, amelyik befogad bennünket, amelynek tagjai lehetünk, ahol gondoskodnak rólunk, ahol melegbe, szeretetbe felnövekedhetünk. A Magyarországról érkezett keresztszülők nem csak adományokkal szeretnék segíteni keresztfiúkat vagy keresztlányukat, hanem a közvetlen kapcsolattartást is fontosnak tartják. Nekem is 3 gyermekem van otthon Magyarországon, 2 fiam és 1 lányom, és úgy gondoltam, hogy nekik is jót tesz az, hogyha megismerkednek itt a gyerekekkel, és hogyha lesz egy olyan kislány, akivel szorosabb kapcsolatot tudunk ápolni, segíteni tudjuk. Az érmelléken egyre több a bajba került több gyermekes család. Most jelenleg munkanélküli vagyok, de takarítást szoktam vállalni. És a férjemet is ugye most leépítés volt, kitettik, de szeretnénk munkába állni, csak az nem olyan könnyű, nem olyan könnyen sikerül. A Székelyhídi önkormányzat 49 évre használatba adta az alapítványnak az egykori Stubbenberg kastélyt, amelyet gyermekotthonná alakítanak. A kastély felújítását 3 éve kezdték el, az idén ősszel várhatóan már beköltözhet néhány tucat gyermek az épületbe. A templomi szertartás után a kastély udvarán mutatták be II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékére állított domborművet, abból az apropóból, hogy a térség egykor Rákóczi birtok volt. II. Rákóczi Ferencnek voltak Székelyhídon birtokai, sőt az ő időszaka alatt erősítették meg a székelyhídi Zolymi Dávid által épített várat, és az ő fejedelemsége alatt kapta meg ez a vár, igazából véve a végvár szerepet. A Szent Ferenc Alapítvány erdélyszerte 70 gyermekotthont működtet, ahol közel 2400 gyermeknek viseli gondját.